Következő kísérletünk a hőtan témaköréből került ki. A gázok állapotváltozásai közül egy speciális állapotváltozást, az izoterm állapotváltozást fogjuk szemléltetni, ennek a nagyon egyszerű készüléknek a segítségével. Ugye mi látható itt? Van egy henger, ebben van egy viszonylag könnyen mozgatható dugattyú. Van egy nyomásmérő rajta, van itt egy állító csavar, amivel le tudom zárni, illetve ki tudom nyitni. Itt a hengernél a levegőztetést, és körülbelül ennyi is. Ugye a speciális állapotváltozások közül, amikor a hőmérséklet állandó, tehát izoterm állapotváltozásról beszélünk, akkor a nyomás, illetve a térfogat között keressük a kapcsolatot, hogy milyen arányosság áll fent esetleg közöttük. Ezt fogjuk most nagyon egyszerűen megvizsgálni. Első lépésbe betolom a dugattyút, lehetett is hallani, és lezárom a szelepet. A nyomásmérő műszerünk mutatója 10-esen áll, ez fontos lesz az értéket megegyezni, figyelni kell a mértékegységre, ami itt most newton per négyzetcentiméter. Ugye a nyomásnál a paszkál az newton per négyzetméter, de ez nekünk newton per négyzetcentiméter, ami azt jelenti, hogy négyzetcentiméterre eső értéket mutat. Ez átváltva, akkor ha most 10 newton per centimétert mutat, az 100 000 newton per négyzetméternek, tehát körülbelül 100 000 paszkálnak felel meg, ami nem más, mint a légköri nyomásnak az értéke, szokták ezt egy légkörnek, egy atmoszférának is nevezni. Le van zárva a szelep, felemelem, és ha most kihúzom körülbelül a felére, akkor lehet látni, hogy ugye nullára csökken, de nagyon erősen kell tartanom, tehát és visszatolva, akkor lehet látni, hogy ez az érték tényleg itt van. Tehát körülbelül ennyi a légköri nyomásunk. És akkor most változtatni fogjuk a bezárt gáz térfogatát, és megnézzük, hogy hogyan változik a nyomásérték. A műszer úgy van kialakítva, hogy itt a hengertől a nyomásmérő műszerig a úgynevezett holtér az nagyon kicsi, tehát a méréseket az nem befolyásolja. Kiengedem a csavart, és kihúzom körülbelül itt ennek a skálának a feléig. Így, a kettesig körülbelül. És lezárjuk. És akkor most összép fogom nyomni körülbelül a felére, és megnézzük, hogy mit mutat a nyomásmérő műszerünk. Tehát kicsit megemelem, és nyomom össze egészen az egyesig, erőt kifejtve, és gyönyörű szépen látszik, hogy a nyomásmérő többet mutat, ha sikerül így a felére összenyomnom, akkor ott a 20-as tájékán van. Azaz, az történt, hogy a gáz térfogata a felére csökken, a nyomása viszont megnövekedett a kétszeresére. Tehát ez körülbelül most két légkör, 200 000 paszkál környékén volt. Lehet ezt úgy is csinálni, hogy nagyon gyorsan nyomjuk össze a gázt, hogy ne legyen idő a hőcserére. Ezt úgy nevezzük, hogyha nincs idő a hőcserére, hogy adiabatikus állapotváltozás. Ilyenkor majd az is megfigyelhető, hogy nemhogy duplájára, hanem egy picivel jobban megugrik a mutató, de aztán az vissza is fog térni körülbelül erre a kétszeres értékre. Ezt megpróbálom úgy demonstrálni, hogy most felállítom függőlegesbe a műszert, és hirtelen elősen lenyomom, és akkor megnézzük a mutató hogyan viselkedik. Tehát zárva van felénél, és akkor megpróbálom lenyomni a felére. És akkor lehet látni, hogy én tartom, de a mutató azért szépen mászik vissza a 20-as felé. Tehát akkor felugrik akár 22-3, tehát 220-230 000 paszkára is, de aztán szépen visszaáll a kétszeres értékre. Tehát tényleg tapasztaljuk azt, hogy fele akkora térfogatnál kétszer akkora nyomásunk lesz. És a következő nagyon egyszerű változás pedig
az lesz, hogy most növeljük a gáz térfogatát, és megnézzük, hogy akkor a nyomásmérő műszerünk mit mutat. Tehát most kifele fogom húzni a dugattyút, körülbelül ugye most is a tízesen áll, és ha kifele húzom, akkor a kettes beosztásom mondjuk a hármasra, akkor lehet látni, hogy a nyomásmérő műszer az lejjebb ment, és ha kihúzom egészen kétszeresére, növelem a gáztérfogatát, akkor lehet látni, hogy körülbelül a mutató az ötösnél található, tehát kétszer akkora térfogatnál fele akkora nyomást tapasztalunk. Megnőtt a térfogat, csökkent a nyomás. Jó. Visszaengedem, ki is nyitom a szelepet. Jó. Benyomom, lehetett is hallani. Összegezzük akkor, mit is látunk ezen készülék segítségével nagyon egyszerűen. A térfogat és a nyomás egymással fordítottan arányos, ha az egyik megnövekedett, a másik pontosan ugyanannyiad részére csökkent. Tehát ha fordítottan arányos, szorzatuk állandó, és ez a Boy-Mariot törvény, ami azt mondja, hogy izoterm állapot változásnál a gáz nyomása és térfogata egymással fordítottan arányos, azaz szorzatuk állandó, a P/V szorzat egyenlő állandóval.